Komáromi János kezdte egy megható verssel a megemlékezést. Fény szimfóniák egy kinematográfus emlékére. Hogy csillogott a fény a Dunán, miközben méltóság teljesen csordultig megrakva siklott egy kopottú száj, és a fedélzetről a vizet leste egy aprócska gyermek, aki hajnalban, reggel, nappal, alkonyban és este, sőt még éjjel is a vízfodrokon megcsillanó fényeket kereste. Mindegy villanás egy-egy látomás volt a múltról, a jelenről, a jövőről, a fények és hangok között létező emberről. Már ezek a csillanások is mennyi csodát rejtettek. De amikor surrogni kezdtek a villogó mozimasinában a forgó tekercsek, és a merev pillanatok meg-megmozduló, éledő fényekké lettek, az volt az igazi csoda. Bali János beszédében emlékezett meg az operatőrről, aki részben kortársa és pályatársa is volt. Tóth János, Mózest idézve a Szentírásból, megelégedvén az élettel, megtért őseihez. 94 évvel ezelőtt itt, a szomszéd utcákból indult útjára, és ma ide tért haza. Hatalmas, igazi kelet-európai út, hamisítatlan magyar sors volt az övé, melyben volt sok öröm, de még több keserű bánat, szenvedés számára. A kis Janóka önfeledten hajókázta végig számtalanszor a Dunát, Domboritól Németországig, a Fekete-tengerig, oda-vissza, Uszály kormányos édesapjával. Ezek felejthetetlenül színes emlékképek elevenen éltek benne élete végéig. Berta Zoltán alpolgármester nagyon fontosnak tartotta, hogy az 5 évvel ezelőtt elhunyt Tóth János hamvai elfoglalják végső helyüket a tolnai temetőben. Tóth János Kossuth díjas operatőr, városunk tudomásom szerint egyetlen Kossuth díjasa, 5 évvel ezelőtt hunyt el. Akkori végakarata volt, hogy hamvai egy része Tolnán szülőt városában kerüljön elhelyezésre. Aztán sajnos, hogy a Covid időszaka alatt egy kicsit ez háttérbe szorult, nem foglalkoztunk vele, és Baksa Énekenese Éva, a Humán Bizottságunknak az elnöke vette elő ezt a kérdést, hogy mégis méltó módon kellene akarata szerint megemlékezni és hamvait elhelyezni Tolnán. És ma erre emlékeztünk, helyeztük el a hamvait Tóth Jánosnak, illetve Bali János emlékezett meg róla, helyi fiatalok pedig énekkel, zenével lótták le kegyeletüket. Tóth János ugye 88-89. Évében hunyt el, mi úgy tudjuk, hogy élete végéig, amíg egészségi állapota engedte, folyamatosan a munkájának élt. Mindig a maximalista volt, a maximumra törekedett, munkásságát, ha egy mondatban vagy egy szóval kellene jellemezni, akkor talán a pályatársakra hivatkozva ezt így tudnánk leírni, így tudom leírni. Baksa Inné Kenesei Éva meleg szívvel gondol vissza Tóth Jánosra. Amíg az egészségi állapot engedte, hosszú éveken át az elszármazottak találkozójára hazajött, sőt, nagyon sokszor közösen elfogyasztottunk egy halászlé ebédet, beszélgettünk. Én nagyon tiszteltem őt az a Tolnához való ragaszkodásáért is, amivel mindig emlékezett. Már régen elkerült Tolnáról, de ahogyan beszélt Tolnáról, ahogy a szüleiről, ahogy a gyermekkoráról, azon. Tehát nagyon meghatott engem is, amikor tudomásomra jutott, hogy az volt az utolsó kívánsága, hogy a hamvainak a felét Tolnán helyezzük el, akkor azt mondtam, hogy ezt tehát meg kell tennünk. És a mai nap folyamán tehát megemlékeztünk róla, hazatértek, tehát a hamvainak a fele itt vannak, és azt hiszem ezzel minden tiszteletet megadtunk neki, amit ő megérdemelt. Én nekem nagyon jó emlékeim vannak, tehát én szerettem őt, és szerencsém volt, hogy ismerhettem őt.
A fiataloknak, az újabb generációnak is tovább akarják adni Tóth János örökségét. Most így, hogy hazatért, tehát megtartottuk ezt a megemlékezést, olyan terveink vannak, hogy majd évente, tehát a Magyar Film Napján, vagy a Magyar Film Napja köré, tehát olyan filmeket fogunk majd vetíteni, ami ő forgatott, tehát ő volt az operatőr, illetve már felmerült bennünk az is, hogy amennyiben tehát sikerül megvalósítani, akár egy szobrot is szeretnénk állítani az emlékének, a munkásságának. Tóth János élete és hosszú pályafutása példaértékű. Hamvait elhelyezték a tolnai temetőben, és méltó módon megemlékeztek róla.